Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy szerelmi jóslás. Megnézzük, hogy mire utalnak a kártyák. A lelki társad tevékeny lesz. Itt lesz mozgás, előre mennek az események, de itt vannak még nála korlátozások. Ez olyan, mint egy kerítés, amin át kellene lépni magát. Ezek lehetnek külső befolyások, hogy valaki támadja őt, vagy lehetnek az ő félelmei. De ez elmúlik, hiszen ez a torony azt jelenti, hogy itt lesznek változások, nála összeomlik minden, de ez nem rossz ez a helyzet, hiszen ezt a kártyát meg tudjuk fordítani, és látható, hogy az egyik személy ugyan lezuhan a mélybe, ezek lehetnek természetesen az ő érzelmei és a félelmek, a bizonytalanságok, amitől ő elbúcsúzik, és itt a másik személy kapaszkodik a felhőbe, tehát itt megvan az égi hatalom, itt meg lesz a javulás. Attól függően, hogy tekinti a dolgokat. Itt ezen a kártyán láthatóak a kelyhek, és azok utalnak érzelmekre. Itt vagy ő nyújtja át ezt a kelyhet, kimutatja az érzelmeit, és te nem veszed ezt észre, vagy azt is jelentheti, hogy te közeledsz hozzá, kimutatod az érzelmeidet, és olyan zárkózott. Lehet, hogy fél attól, hogy újra csalódás éri őt. Itt vannak nála korlátozások, összeomlik minden, de ezután lesz egy új kezdet, és itt láthatóak az érzelmek, de vagy te, vagy ő ezt nem veszi észre, ezt a közeledést. Még mindig a szerelmi témánál tartunk. Itt látható a te nőiességed, és a kisugárzásod, itt gyümölcsözik valami, kivirágzik valami, és ez szerencsét hoz a szerelmi élet területén. Nála vannak félelmek, hiszen ez a tolvaj eltávolít valamit, és mivel a másik kártyán a te nőiességedről van szó, ő fél attól, hogy belép egy másik férfi az életedbe, észreveszi a te nőiességedet, és ellop téged. Tehát vannak itt félelmek, fél attól, hogy elveszít téged. De mégis megvan köztetek a vonzalom, ez a kisugárzás, ez a kisfiú jelent egy új kezdetet, és így előre mennek a dolgok. Persze, ez az új kezdet lehet egy új kapcsolat is, lehet, hogy ő ettől fél. Itt látható a te nőiességed, de ő fél attól, hogy elveszít téged, hogy te megismerkedsz valakivel, és ellop téged tőle, de látható a nap is, hogy mégis megvan köztetek a vonzalom, a kisugárzás, meg lesz a bizalom is, és lesz itt egy új kezdet, amire ez a kisfiú utal. Még mindig maradunk a szerelmi témánál. Itt látható terülj-terülj asztalkám, itt lehet egy meghívás, egy ünnepség korlátozásokkal. Az lehet, hogy nem akarsz oda menni, vagy ha ott vagy ezen az ünnepségen, nem érzed jól magad, mert valaki korlátoz itt téged, vagy az az érzésed, hogy ez nem az a hely, ahol te lenni szeretnél. Tehát ha meghívás lesz, akkor gondold át jól, hogy érdemes-e oda menni.
ami a lelki társadat illeti, ő elfoglalja a helyét, kimutatja a magabiztonságát. Lehet, hogy ez a meghívás őt érinti, és ő átlát a dolgokon, uralkodik a helyzeten, és nemet fog mondani. Ez a kép szintén azt jelenti, hogy ő lezár bizonyos kapcsolatokat, ami eddig korlátozta őt. Tehát itt van egy meghívás korlátozásokkal, ő uralkodik a helyzeten, lemondja ezt a meghívást, lezár valamit az életben, és ahogy a napnál láttuk, köztetek lesz egy új kezdet. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!